Jó estét kívánok a Sporthíradóból! A magyar küldöttség mindkét ceglédi cselgáncsozója dobogón végzett Buenos Airesben a harmadik nyári ifjúsági olimpián. Özbay Sophie arany, Végzsombor bronzérmes lett. Özbay Sophie a 63 kg-os súlycsoportban nem talált legyőzőre, míg a magyar csapat zászlóvivője Végzsombor a 100 kg-osok között a dobogó harmadik fokára állhatott. Az egyéni küzdelmekben 70 ország 104 dzsúdósa vett részt, és a CVS versenyzőinek köszönhetően ezzel az arany és bronzéremmel Magyarország az éremtáblázat harmadik helyén zárt. A labdarúgó MB2 11. fordulójában október 3-án 2-0-ás vereséget szenvedett a CVS-e, majd következett Tisza-Kécskén a 12. játéknap találkozója, a Cegléd-Kazinc-Barcika összecsapás. Az összecsapás fontosabb történései. 10. perc. A kiugró csirmaszt Mikló az ötösön lerántotta. A büntetőt oldal értékesítette 1-0. 19. perc. Nyilas az ellene elkövetett szabálytalanságért megítélt szabadrúgást a hosszú felső sarok felé lőtte, Somodi biztosan védett. 27. perc. Farkas, Nyilas oldal volt a labda útja, majd a csatár megcélozta a bal alsó sarkot, néhány centit tévedett. 38. perc. Tótot, Preklet vágta fel a 16-oson belül, ez is 11-es. A kapus jobbra vetődött, Lukács a labdát balra rúgta, 1-1. 48. perc. A vendégek jutottak szabadrúgáshoz. A kapu elé ívelt a labda egy játékos fejéről, a teljesen üresen hagyott Lukácshoz került, aki közvetlen közelről nem hibázott. 1-2. 63. perc. Réti beadásával Nyilas került ordító helyzetbe, de olyan közel került a kapushoz, hogy nem tudta mellette elrúgni a labdát. Nagy egyenlítési lehetőség volt. 64. perc. A remek cselekkel magát tisztára játszó asztalos lövése a bevetődő védőn akadt el. 78. perc. Most Tóth cselezett jól a másik oldalon, és ő gólt is szerzett. A vetődő Mursics alatt lőte be a hálóba a labdát. 1-3. A Kazinc-Barcika a 79. majd a 81. percben növelhette volna előnyét, bebiztosíthatta volna a győzelmét, de előbb Mikló, majd Tóth fejese is elkerülte a kaput. Az alacsony színvonalú, az utolsó percektől eltekintve kevés kaput veszélyeztető eseményt hozó mérkőzés végeredménye tehát 1-3 lett. A hétvégén Budapesten vendégszerepeltek a CVS-e vízilabdázói. A vízilabda OB1B-ben Vasascegléd 14-11, Ibl CVS-e az országos fiú ifjúsági vízilabda bajnokságban 8-11, a serdülőknél 9-6, a gyermekkorosztályban 9-13. A 2005-ös születésűeknél FTC Cegléd 16-3. Párosban Kishegyi Ákossal az oldalán nyerte az IFI asztali tenisz ORV-n a serdülő korosztályú Ócsai Máté, aki egyénében a legjobb 8 közé került, ugyanitt Hörömpő Ferenc pedig a főtáblára jutott. A Pest megyei utánpótlás csapat versenyen az összes versenyszámban sikerült diadalmaskodni a ceglédi csapatoknak. Első lett Ungurán Dorka és Határ Nikolett, Petrik András, Ungvári András és Olgyai Barnabás, valamint Koncz Ábel és Hegyi Gergő. Ecser Angéla Budapest bajnok 600 méteren. Szombaton rendezték a Gyermek Budapest atlétikai bajnokságot, amelyen a díjazásnál külön értékelték a vidéki és a fővárosi indulókat. Cegléd atlétikai szakosztályát öten képviselték, Ecser Angéla, Kovács Boglárka, Csáki Balog Anna, Göndics Klára és Göndics Zoltán, akik összesen 5 érmet szereztek. Az előző hétvégi kadett kötöttfogású országos bajnokság után most hétvégén vasárnap rendezték a kadett szabadfogású és női országos bajnokságot Soroksáron, a Csepel szervezésében. A bajnokságon a fiúknál 147, a lányoknál 63 birkózó lépett szőnyegre a bajnoki címekért. A CVS-e TS Integrál összesen 10 versenyzővel képviseltette magát, a fiúknál 6-an, a lányoknál 4-en indultak. A ceglédieknél ezúttal nem vettek részt a versenyen az előző hétvégén kötött fogásban érmet szerző birkózók, de ennek ellenére is szép eredményeket értek el, és végül 4 bronzéremmel és egy 5. helyjel zárták a bajnokságot.
Gyula Cegléd a Teke NB1 keleti csoportjában a felnőttek találkozóján 7-1, az ifjúságiak mérkőzésén 1-3. A Városi Teke CB negyedik fordulójában döntögetők Sárga Kör 2018 5-1, Ceglédi Panoráma Misa 5-1, Aminoxid Norma Festékház 1-5, Közgép Retro Mimózáka 1-5 és Viku Team Vállalkozók 4-2. A hosszabbításban asztali tenisz, a stúdió vendégei Gergye Zoltán szakosztályvezető és a sebbülő válogatott Ócsai Máté lesznek, addig is köszönöm figyelmüket.